no vitamin, no nicotine. No coke, no heroin, no hash hash, no amphetamine. Ali papi mami mindenkinek. Különlegességet fogunk ma kipróbálni, és ez nem más, mint egy banános ízesítésű herba dohány, azaz nikotinmentes dohány. Mit kell tudni a nikotinmentes dohányokról? Azt, hogy elsősorban a maga dohányt, azt mindenféle aprított dolgokkal próbálják helyettesíteni, mint például a bambusz, akkor különböző gyökerek, ilyen virágok, tehát mindenfélét belevágnak. Belevágnak minden szart. Nem, amúgy. Hát itt láthatunk egy dobozkát, egy fehér dobozt, amit látunk, annyi van ráírva, hogy arabesk, meg bahach, ez gondolom, ez a banán, és ezen kívül az ég adta világon semmi nincsen rajta, tényleg semmi. Egyébként Bence jó voltából jutottam hozzá ezzel a dohányhoz, ugyanis cseréltünk egy adag dohányt, és akkor ami nekünk nem ízlett, cserébe ő meg ezeket adta nekünk. Hát ugye elég kétes a származási helye, igazából azt gondolom erről, hogy ez ilyen tipikusan az utcán árusított, hát ez a no-name, ilyen kis, tudom mi lehet ez a kis doboz, ilyen arckrémbe belerakott, tényleg ilyen elkészített dohány. Hát nézzük akkor meg, egyébként egy ilyen vákumos fóliában van, amit én már itt kinyitottam, és ezen belül is van benne egy ilyen kis csomag. Rettentően ragad. Tehát nem úgy, mint ezek a melasszos, hanem egyszerűen annyira ragad, mint hogyha nem tudom, valamiféle ragasztó lenne. Az állaga is nagyon furi. Az egész így egyben van, mint egy hatalmas nagy ilyen aszalt szilva. Ez már nem is ilyen zselés állagú, hanem ilyen aszalt, nagy darab aszalt gyümölcs. Úgy néz ki az egész. Hű, hát elég érdekes. Hát itt látjátok is ugye a darabkákat, hogy teljesen más, mint a dohány, tehát itt már nem beszélhetünk se dohánylevéről, nem is abból készült, de ahhoz hasonló darabokról sem beszélhetünk. Tehát az egész annyira egyben van, mint hogyha, nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, ez így teljesen egyben, ilyen ennyire apróka darabkák, nem tudom, hogy mennyire látni a kezemen, hogy hát az illatát, az, hát banánosnak egyébként, banános, egész kellemes, olyan, mint a banános csokoládék. Szóval nem ilyen szimpla banán illat, amikor kibontod a banánt, hanem olyan banános csoki illata van. Van egy ilyen bombonszerű valami banán, vagy nem tudom, ilyen kis ilyen banán alakú kis csokik vannak benne. Na, egy-egybe olyan az illata, ilyen banános csokoládé. Hát tömjünk belőle egyet, hogy mit lehet ebből kihozni. Hát nézzük meg, nem lesz szerintem könnyű dolgom, mert nem, egyszerűen annyira ragad, az a legdurvább, olyan, mint valami ilyen patex, vagy pálmatex, vagy nem tudom milyen ragasztó, így, amikor így az egész kezed tiszta ragasztó, meg ragacs. Tehát azt fogom csinálni, hogy így beletömök egy adagot, és akkor megpróbálom teljesen szétszedni a... Úristen, ez nagyon... Szétszedni majd azzal a kis tűvel, amivel szoktam rendezni. Hát... belemegy az egész. Nem tudom, hány gram lehet. Egyszerűen annyira egybe van az egész, hát nem is láttam még, megmondom őszintén, hogy ennyire így. És eszméletlen ragad. Hát így megszúrom, és egész egybe van. Nem is tudom, hogy lehet így szétszedni. Olyan már, mint valami paszta, amit igazából így rá kéne kenni a falára talán. Tehát sok jót nem jósolok ennek a cuccnak, de azért most már kíváncsi vagyok nagyon. Nagyon nehéz tömni, nagyon-nagyon. Attól félek még belerakni, hogy teljesen elfedi, tehát nem fogja a hő átjárni. Hát ez olyan, mint hogyha beletömnék egy adag sarat így tiszta izomból. És az a baj, hogy le is ül az aljára teljesen, szóval most erre rakok még, ez teteje úgyis megég, aztán kész. Hát ez nagyon sűrű, nem is láttam még ilyet. Ugye pasztából meg nem kensz ennyit, tehát az képtelenség. Jó, hát szerintem így elkészült nagyjából, én így ítélem meg. Nem tudom, mennyire jön át a videóból, ez egész egybe van, tehát, és rettentően ragacsos az egész, mintha
ilyen mézzel lenne leöntve az egész. Nézzük meg, mi lesz ebből. 5 darab kokok volt, tettem rá a végén, ugye a szalár modderkerámjába tömtünk, és a dudpipából próbálok oda pirítani ennek a furcsaságnak. Próbálom ellátni a baját. Viszonylag gyorsan elindult egyébként, ezt csodálkozom. Azt hiszem, hogy ilyen nagyon sok idő lesz, mert ugye nagyon tömény, nagyon zselés anyaga volt. Ez a csokoládés dohány. Ha kóstoltatok már bármilyen márkából csokoládés dohányt, azt próbálja utánozni valahogy, vagy az jut eszembe róla. Hát ha nagyon erőszakoskodok, akkor talán egy kis banánízt felfedezek benne. De mondjuk meglepően a csokoládés dohányokhoz képest teljesen ugyanazt hozza, mint a nikotinos Alphaker, ezek a Mizó, ezek a csokoládés dohányok, amik egyébként nekem kifejezetten nem ízlenek, tehát valahogy nem tudják ezt a csokoládé, szóval ilyen kakaós íz. Még a cappuccinóval el vagyok, de porzik a dohány, azt tudom mondani rá. Felhő is ilyen, tehát nem nevezném töménynek. Viszont az íze az meglepően intenzív ahhoz képest, de mondom, semmi köze a banánhoz, nem tudom, tehát ilyen kakaós utánérzésem van. De mint alternatívának én, most már abban sem vagyok biztos, hogy nincs egy kis dohány mellé keverve egyébként, és azon is gondolkodtam, mert egy picit érzem. Tehát ha nikotinmentes, akkor nem érezhetnék semmit. Viszont valamit érzek. Szerintem egy picit bele van azért oda rejtve egy kis dohány keverékecske, csak azért, hogy visszahozza ezt a feelinget. Hát azt visszahozza, tehát nem mondom, hogy nem, maga a minősége az meg hát egy túró. Azt tudom rá mondani. Kakaós. Csokoládés. Nem tudom, hogy próbáltatok-e már csokoládés dohányt. Még ez a volt ez a csokoládé menta, nem is tudom mi volt már, ami olyan after eight-es beütése volt, szerintem Alphakerből volt. Annak volt egy ilyen, majd az ízébe is azt hozta nagyjából, ugye az még ilyen elszívható volt egyszer-kétszer, de hát hosszú távon én nem tudom, ki akar csokoládés dohányt szívni, szóval nagyon jól hangzik, hogy csokoládés dohány, hú, desszert, meg a csokit, bármikor eszi az ember, de hát ne szívjatok csokit, egyétek meg inkább. Azért várom kommentben valakinek a csokoládé a kedvence. Akkor mondja el, hogy miért. Hogy nem édes. Tehát a keserű csokoládénak az íze. Tehát nem az édes ilyen tejcsokoládés feelingje, hanem az a keserű csoki. Mondjuk kifejezetten nagyon sok ember szeret inkább a keserű csokoládékat. Én ilyen tejcsokis vagyok inkább, ha már csokoládé. Hát egyébként elszívható. De most annyira nem tudom lehúzni. Minőségében érezni, hogy hát jó, nem ugyanaz, mint egy dohány. Én mondom, nekem gyanús, egy picit gyanús. Tehát nekem ez gyanús. De kb. Azt hozza ezért, mint egy ilyen, mint bármelyik márkából egy csokis dohány, azaz nem sokat. Megmondom őszintén, most én már nem tudom, mit szívok. Tehát lehet, hogy trágyát bekeverve, én a kedvetekért bármit kipróbálok most már. De nem tudom, ezeket alapból nem tudom elszívni. Tehát, hogyha még az a banán jött volna, régen én szívtam banános dohányt. Az nem olyan rossz egyébként. Tejjel is kevertem be banánt, és akkor, ugye ezt sokszor elmondom, a tejjel nagyon kell vigyázni, mint a nagyon ki kell mosni a tartályt, mert az belerohad, benne hagyod egy órát, és már büdös, tehát macerás az egész. De banánnak semmi köze hozzá. Mondom, hogy nagyon rákoncentrálok meg, akkor hogy valami van a háttérben, de nem. Egyszer, tehát el fogom most pöfékelni, nem vagyok se odaérte, nem tudok róla olyan nagyon rosszat, mert alternatívának, ha valaki hozzájut, akkor annyira nem szörnyű ez a verzió. Van még mentából is, na arra kíváncsi leszek majd.
egy két almásat is próbáltunk, hát a nyomokban tartalmazott két almát, de talán még mindig, tehát a siazókhoz képest, az ilyen ásványi kavicsokhoz képest azért teljesen más az íze. Tehát akkor azt mondom, hogy inkább ebből tömök. Hogyha most lenne csokoládé siazó, vagy kavics, vagy ásványi, vagy bármi, akkor lehet, hogy inkább ezt választanám. Nem tudom, hát... Nem mondom, hogy szar, nem az. Amúgy, meglepően. De hát nem, az a baj, hogy eleve ez az ízvilág, nem tudom most mihez hasonlítom, mert ez az ízvilág nekem nem. Tehát, na hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha valaki csokoládés mániás, mármint így pipa ügyileg, akkor az jelezze. Nagyon kíváncsi vagyok, várom. Már ugye egyre melegebb van. Úgyhogy jöhetnek a jó citrusos, jeges, mentás dohányok. Úgyhogy bőfüstöt mindenkinek, papi, mami. Csatlakozz Facebook oldalunkhoz. Képek, tippek, trükkök, és legyél napra kész minden videóról. Wikivlog. Vízipipa, ásványi tesztek, és minden, ami nikotinmentes. Azoknak, akik a könnyedebb dolgokat szeretik.